Már a pénteki napon nagy volt az izgalom a teljesen átalakult Audi Arena Győrben. A gála profi sportolói a verseny előtti kötelező mérlegelésen vettek részt. A jótékonysággal egybekötött eseményt először rendezték meg Magyarországon. A népszerű rapper Eszem nyitotta meg szombaton a rendezvényt. A szervezők köszöntötték a résztvevőket, és kezdetét vette a verseny. A magyar származású sportolókat díszegyenruhába öltözött huszárok kísérték a ringbe. A gálát a jótékonyság jegyében is rendezték, hiszen a bevétel egy részét felajánlották a szervezők. Több éve szervezünk gálákat. Nagyon fontos nekünk ebből, hogy a sportot minél több emberrel megismertessük, megszeretessük, és a jótékonyság egy alapvetően fontos szempont számunkra, hisz ott tudunk segíteni, ahol szükség van rá. Idén most a győri kerekesszékekre esett a választásunk. Ezzel szeretnénk őket támogatni és segítséget nyújtani. Szabó Lőrinc, a győri szekerek kerekesszékes kézilabda csapatának csapatkapitánya elmondta, nagy segítség számukra a 2 millió forintos támogatás. Okosan, jól megtervezve, meg jól kigazdálkodva azért szerintem fogunk tudni fejleszteni eszközöket, tehát a sportszékeinken tudunk csiszolni, föl tudjuk őket egy kicsit pimpelni, új gumi, stb. Csapágyak, esetleg ilyesmi, hajtókarika, olyan dolgok, amik a székeknek a haladását segítik, azt, hogy temposabban tudjunk menni, mert a székek egyelőre nem tudják felvenni a versenyt az igazi profi versenyszékekkel, úgyhogy ezen szerintem mindenképpen fogunk tudni javítani, hogy én legalábbis szeretném, hogyha ezen tudnánk. Ez most szerintem így az első körben a legfontosabb dolog. Természetesen terembérlés, ez mindig egy költség. Most például utazunk, tehát Szegeden voltunk egy fordulón, most menjünk Miskolcra egy fordulóra, itt az utazási költségekben ez egy segítség lehet, akkor a szállásban, amikor szervezzük a szállást, az is baromi nehéz ennyi mozgássérült embernek egy helyen egyszerre szállást találni, szóval van helye bőven. A csapatkapitány hozzátette, nagyon jó közösség működik itt Győrben, szeretnek együtt sportolni, és a kerekesszékes válogatottnak is két tagot delegálnak a nyári Lyonban rendezendő Európa Nemzetek Kupára.